Hallo und willkommen zur Online-Sprechstunde der Brückenbauer bei Al-Wisi. Mein Name ist Esther und ich informiere Sie heute über die Wiedereröffnung der Ausländerbehörde in Ludwigshafen und Schulen. Jona Potkivanok, üdvözlöm Önöket a Brückenbauer Programmnak, az Al-Wisi szervezésében létrehozott online konzultációján. Én Eszter vagyok, és ma a bevándorlási hivatal újra megnyitásáról Ludwigshafenben, illetve az iskolák újra megnyitásáról fog beszélni. Ausländerbehörde Ludwigshafen. Ab dem 15. Juni 2020 öffnet die Ausländerbehörde in Ludwigshafen wieder. Was ist zu beachten? Nur mit einem Termin kannst du zur Ausländerbehörde gehen. Wie machst du einen Termin aus? Rufe an. Die Telefonnummern findest du auf der Webseite der Stadt Ludwigshafen. Schreibe eine E-Mail an aufenthaltsrecht@ludwigshafen.de. Schreibe einen Brief. Die Adresse findest du auf der Webseite der Stadt Ludwigshafen. Welche Regeln muss ich bei meinem Besuch beachten? Mindestens 1,5 Meter Abstand von anderen Personen halten. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Andere Personen nur mitbringen, wenn es unbedingt sein muss. Schulen. Die Schulen öffnen schrittweise. Seit dem 8. Juni dürfen alle Klassen zurück in die Schule. Es werden jedoch nicht alle Kinder gleichzeitig zur Schule kommen, sondern abwechselnd. Was sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen an Schulen? Bei Krankheitszeichen zu Hause bleiben, also zum Beispiel Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen, Gliederschmerzen. Mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten. Regelmäßig und gründlich Hände waschen. Maske tragen, beim Weg in die Schule und zurück mit Bus, Bahn und Zug. In den Fluren und Treppenhäusern. Beim Einkauf am Schulkiosk sowie in der Mensa. In der Pause, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Wenn der Abstand möglich ist, muss ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht nicht getragen. In die Armbeugen husten und niesen. Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe nicht mit der Hand anfassen, mit dem Ellenbogen öffnen. Nicht mit den Händen an Mund, Auge und Nase fassen. Was mache ich, wenn mein Kind ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf hat? Eltern sollen mit dem Arzt entscheiden, ob ein Schulbesuch für ihr Kind mit Risikoerkrankung sicher ist. Schüler mit Risikoerkrankung können immer zu Hause bleiben. Wenn Personen im Haushalt, Eltern, Geschwister Risikoerkrankungen haben, dürfen Kinder zu Hause bleiben. Ein Attest vom Arzt ist nicht nötig. Die Kinder müssen ihre Schulaufgaben dann jedoch zu Hause machen. Gibt es eine Ganztagsbetreuung? Nein, es wird keine reguläre Ganztagsbetreuung angeboten. Es gibt jedoch eine ganztägige Notbetreuung. Gibt es ein Mittagessen in der Mensa? Ein normales Mittagessen in der Mensa ist nicht möglich. Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, sollen Essenspakete von zu Hause bekommen. Dürfen Integrationshelfer eingesetzt werden? Ja, Integrationshelfer können an den Schulen eingesetzt werden. Finden Deutschintensivkurse für Schüler mit geringen Deutschkenntnissen statt? Deutschintensivkurse finden unter Beachtung der Schutzregeln in Kleingruppen statt. Die Organisation regelt die jeweilige Schule. Werden die Sommerferien verkürzt? Nein, eine Verkürzung ist nicht geplant. Die Kinder werden aber Materialien zum Lernen für zu Hause erhalten. Kann die Einschulung zum Schuljahr 2021 stattfinden? Die Kinder werden auf jeden Fall eingeschult. Es wird keine Verschiebung um ein Jahr geben. Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung kann die Einschulung jedoch anders aussehen wie normalerweise.
a bevándorlás hivatal Ludwigshafenben. Június 15-én újra megnyit a bevándorlási hivatal Ludwigshafenben. Mire kell figyelmet fordítani a bevándorlási hivatal felkeresésekor? Csak előzetes időpont egyeztetés után lehet a bevándorlási hivatalt felkeresni. Hogyan lehet a bevándorlási hivatalba időpontot egyeztetni? Telefonos időpont egyeztetéssel? A hivatal telefonos elérhetősége Ludwigshafen város honlapján megtalálható. E-mailben történő időpont egyeztetéssel az aufenthaltsrecht@ludwigshafen.de e-mail címen. Levélben is lehet időpontot egyeztetni, a hatóság levelezési címe szintén Ludwigshafen város honlapján található meg. Milyen szabályokra kell figyelmet fordítani a bevándorlási hivatalba való megjelenéskor? Minimum 1,5 méteres távolságtartás, védőtávolságtartásra szükség van másoktól, orrot és száját fedő maszkot kell viselni, illetve további személyek csak akkor jöjjenek velünk, ha erre feltétlen szükség van. Az iskolák. Az iskolák fokozatosan nyitnak újra meg. Június 8-a óta minden évfolyamba tartozó gyerek járhat újra iskolába. Azonban a gyerekek nem egyidejűleg, hanem felváltva vannak az iskolában jelen. Mik az általános óvintézkedési szabályok az iskolában? Betegség bármilyen tünete esetén otthon kell maradni. Ezek lehetnek például láz, száraz köhögés, torokfájás vagy végtagfájdalmak. A minimum 1,5 méteres védőtávolság betartása másoktól. Rendszeres és alapos kézmosás. Kötelező a maszkviselés, az iskolába menet és jövet a buszon, villamoson és vonaton, a folyosókon és lépcsőházakban, az iskolai büfében való vásárláskor és a menzán, és a szünetekben, ha a minimum távolságtartásra nincs lehetőség. Ha a távolságtartásra lehetőség van, akkor az órák alatt nem kell a maszkot hordni. További óvintézkedési szabályok még, hogy a behajlított kar könyök hajlatába köhögjünk, tüsszentsünk. Ne érjünk kézzel a csengőkhöz, liftben a gombokhoz, hanem a könyökünket használjuk inkább. Szemhez, szájhoz, arthoz ne nyúljunk. Mi a teendő, ha a gyermekem a koronavírus fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozik? A szülők a házi orvossal közös megbeszélés alapján döntsék el, hogy biztonságos-e rizikócsoportba tartozó gyermeküknek az iskolába járás. A rizikócsoportba tartozó gyermekeknek nem kötelező iskolába járniuk. Ugyancsak nem kötelező az iskolába járás azoknak a gyermekeknek, ahol az egy háztartásban lakó személyek, tehát szülők, testvérek közt vannak rizikócsoportba tartozó személyek. Orvosi igazolás beszerzésére ehhez nincsen szükség. A gyermekeknek azonban kötelező az iskolai feladatokat otthon elvégezniük. Van-e napközi? Nem, nincsen rendszeres napközi felügyelet, de van lehetőség sürgősségi napközi felügyelet igénylésére. Van-e ebédelésre lehetőség a menzán? Nem, nincs lehetőség a normál menzai ellátás igénybevételére. Azok a gyerekek, akik a sürgősségi napközi felügyeletet igénybe veszik, hozzanak magukkal otthonról uzsonnát. Lehet-e integrációs segítőt igénybe venni? Igen, az integrációs segítők az iskolákban igénybe vehetők. Vannak-e intenzív német nyelvtanfolyamok a németül gyengén tudó iskolásoknak? Az intenzív német nyelvtanfolyamok a védintézkedések betartása mellett kis csoportokban kerülnek megtartásra. Ezeket az egyes iskolák maguk szervezik meg. Lerövidül-e a nyári iskolai szünet? Nem, a nyári szünet rövidítését nem tervezik, de a gyerekek kapnak a nyári szünet alatt elvégzendő házi feladatokat. A 2020-2021-es tanévre a gyerekek iskolai beiratására sor kerül-e? A gyerekek iskolai beiratására mindenképpen sor kerül. A beiratás nem tolódik el egy évvel későbbre. A további fejlemények függvényében azonban az iskolai beiratás menete
a normálistól eltérő módon történhet.